A 19. kistalcsai napok programkavalkádja a változékony időjárás ellenére ismét sok érdeklődőt és kikapcsolódni vágyót vonzott. Május 17-én szombaton reggel Solymosi Sándor polgármester nyitotta meg a 2014 évi városünnepet. Tisztelettel invitálom meg Önöket a 2014. évi kistarcsai napokra. Az idei évben Európa a polgárokért Európai Uniós pályázaton támogatást nyertünk a kistarcsai napok rendezvény sorozatunk lebonyolítására. Ezért lehetőségünk nyílt arra, hogy még színesebbé tegyük a programokat. Az idei év különlegessége, hogy 4 külföldi testvérváros küldöttsége is ellátogat hozzánk. Láthatjuk majd a szlovákiai Belusa, az erdélyi Torja, a lengyel Radomysl nad Sanem és a horvátországi Szent László városok fellépő művészeit. Célkitűzésünk, hogy ebben a két napban elősegítsük az európai polgárok közti kötetlen párbeszéd kialakulását. Jó alkalom ez a két nap arra, hogy színvonalas produkciókat láthassunk, hallhassunk, elengedjük gondjainkat, rég nem látott ismerősökkel találkozzunk, jókat beszélgessünk, vagy éppen új barátságok szövődjenek a testvértelepüléseinken élő polgárokkal. Legyen ez egy alkalom arra, hogy egy közösségként ünnepeljük a várost. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok, és ezzel megnyitom a kistarcsai napokat. A kétnapos rendezvényen nagy hangsúlyt kapott a sport és az egészséges életmód is. A megnyitót követően Sóbert Norbi fitnessmester mozgatta meg a téren megjelent iskolásokat és szüleiket. Vágkörzés, hajlása! Egyszerre mindenki, és még... Jó vagytok? Jó a zene? Jó van! Kész vagyunk, ennyi volt, sziasztok! Viszont! Húzzuk meg, föl a kéz, hat! Oké, egy kis tartsot kérek! 100 bemutatót és közös zumba fitness partit tartott a 100 Mojito tánciskola, és bemutatkozott a Sentinel Taekwondo Sport Egyesület. Mindeközben a Simándi József Általános Iskola műfüves pályáján kispályás focikupa zajlott. Itt évek óta kispályás focitorna zajlik minden kistarcsai napokon. Ilyen pillanatban csak 10 csapatot engedtünk nevezni, mert ezzel egy időben Nattarcsán egy ilyen 30 csapatos kispályás bajnokság is megy, és két felé osztottuk, reggel 8-tól 11-ig az első csoport, 11-től pedig elátadóan 3:30-ig a második csoport. Utána lesz egy döntő, ugye az első helyen meg egy harmadik helyi egy másik döntő, és a díjazás az pedig az önkormányzat felajánlásából 3 darab kupa, legjobb góllövő, 3 labda, legjobb góllövő, legjobb mezőnyjátékos, legjobb kapusdíj. Nagy sikerű bemutatót tartott a Marcipán Sport Egyesület is. A 19. kistarcsai napok programjai több helyszínen zajlottak. A Szekeres Park is egésznapos rendezvénnyel kapcsolódott a városünnephez. Maga a piac azért jött létre, mert egy kulturális társadalmi helyet szerettünk volna biztosítani a helyieknek is, meg hát mindenkinek, aki szereti a magyar hagyományt,
nem csak azért, mert kézműves termékek jelennek meg a piacon, vagy azért, mert szeretjük a magyar termékeket, és inkább erre fokuszálunk, hanem azért is, mert mint ahogy a háttérben is hallatszik, szeretjük ezt a magyar kulturális hagyományőrző néptáncot, és helyet biztosítunk nekik is, hogy itt is fel tudjanak lépni. Örülünk nekik. Milyen őstermelők kaptak itt helyet? Vannak palántások, akik saját palántájukkal kijönnek, vannak, akik a házi kertjükben megtermelt zöldséggel, gyümölcsel jönnek ki, de található a soron például kézműves igazi sajt, ami tehén vagy jutóróból vagy kecskéből készül, pálinka, házi készítésűek is vannak, meg ugye ezek a magyar igazán befutott pálinkák is kaphatók. És hát minden másnak, ugye ami lehetőség, hogy az emberek tudják adni a kis saját portékájukat. A kistarcsai napok két napján milyen programoknak ad helyszínt a Szekeres Park? Hát az egyik az, amit éppen hallgathatunk mögöttünk is, a Pannonia Néptánc Együttes, akiket nagyon szeretünk, többször fölépnek itt a színpadunkon. De lesz itt Bognár Szilvia is, aki elég világhírben ismert. Nagyon jó hanggal rendelkezik, és nagyon komoly koncertet ad. Itt majd a gyerekekre fogunk velük is a csintakerintővel fókuszálni. Ami még érdekes, ez délután az Ear Step bemutató. Ez egy világhírű Ear Step táncos nő érkezik hozzánk a saját táncklubjával. Egy 40 perces show műsort fog előadni. De lesz itt gyerekeknek bohós show, este pedig egy komoly koktélparti és egy jó buli. Szervezők a gyermekekre is gondoltak. A Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület kézműves foglalkozással várta az érdeklődőket. Várjuk szeretettel a gyerekeket, és kézműveskedünk, illetve arcfestés lehet és csillámfestést választani. Lehet kálát készíteni, kis virágcsokrot, odébb lehet gipszképeket festeni, illetve lepkehajtogatással várjuk a gyerekeket. Ki miben látja tehetségét, illetve bármelyiket kipróbálhatja, várjunk szeretettel őket. Mint minden települési rendezvényen, így Kistarcsán is fontos szerepet játszott a gasztronómia. Idén második alkalommal tárcsánsütő versenyt rendezett a Fenyvesliget Egyesület Gasztronómia Európában címmel. Alapjába véve a város nevéből adódóan a tárcsánsütést akartuk előtérbe helyezni, de ez ugye nem kizárólag, hogy más formában is működjön a sütögetés. Tavaly civil szervezeteknek és helyi alapítványoknak szerveztük ezt a sütögetést. Most, hogy a testvérvárosaink is eljöttek, így bővült a kör, és többen részt vesznek ebben a programban. Önök mit készítenek itt a Fenyvesliget Egyesületnél? Hát mivel úgy gondoltuk, hogy úgyis mindenki húsételekkel készül, ezért mi próbáltunk egy kis édességet kreálni. Itt túrófánk, illetve palacsintatésztába töltött gyümölcsök, tejszihabbal, csokoládéval, fagylaltal, tehát egy ilyen kis kedveskedős ételt próbálunk csinálni. Nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy számos civil és sportegyesület kapcsolódik be ilyenkor a városi rendezvénysorozatba. Jó néhányat már láthatunk is, éppen a színpadon most az egyik sportegyesület dolgozik, és magán a tárcsasütő fesztiválon is most, itt a Fenyvesliget Egyesületet mondhatom, mint civil egyesületet, hogy a mögöttünk látható alapítvány, a közösen értünk alapítvány. Tehát ilyenkor megmozdul a város, aki működőképes és ad magára valamit, az valamilyen szinten ilyenkor belefolyik a rendezvénysorozatba. A helyi társadalmi szervezetek mellett a testvértelepülések csapatai is képviseltették magukat a megmérettetésen, így horvátországi, szlovák, lengyel és erdélyi ízek is terítékre kerültek. Mi Tórjáról jöttünk, Kistarcsának testvértelepülése, innen 780 km-re Kárpát-kanyarból, Felső-háromszékről, és elhoztuk az ízeket, elhoztuk a szokásokat, a hagyományokat, a népművészetet, szóval egy kis sorok, tórjai sorok van itten. A hagyományos pityókás házi kenyérrel, ugye, a hagyományos szívapálinkával, de itt lesz sült szalonna, székely pityóka, minden, ami székelyt, azt próbáltuk elhozni ide a kistarcsaiaknak, hogy szívesen lássuk, kóstoljanak, sőt, mi többet, ha már tárcsán sütünk, és grillezünk, akkor hoztunk micset is. Ugye a testvérvárosok is képviseltetik magukat itt a rendezvényen, kik jöttek el is, mit csinálnak, miket készítenek?
nagy örömünk, hogy minden testvértelepülésünk el tudott jönni erre a nagy rendezvényünkre. Így itt van Belusa Szlovákiából, Torja Erdélyből, és Radomysl nad Szelem pedig Lengyelországból. A negyedik település Szent László pedig úgy tűnik, hogy potenciális testvértelepülésünk lesz. Nagyon jó kapcsolat kezd kialakulni. Ők egyébként csak a pályázat kedvéért idézőjelbe érkeztek. Ők egy néptánc alapítvány, és Horvátország területén helyezkedik el a település. Ők azt mondják, hogy most 40% magyar van a településükön, és hát nagyon jó kapcsolat kezd kialakulni, és bízunk benne, hogy esetleg ők is testvértelepülésünk lehet. Honnan érkeztek? Horvátországból, Szent Lászlóról, egy magyar kis falu. Hát meg vagyunk hívval, ebben az alkalommal, hogy mi is egy kicsit megnagyobbítsuk ezt a napot, és ilyen grillen sütött húsokat készítünk, és ilyen, ahogy nálunk szokják, ilyen tárcsán sült sörtés, sertés húst és ilyen dolgokat. A torjai delegáció tagjai a kürtős kalács készítés rejtelmeibe is beavatták stábunkat. Lisztet teszünk abba olajat, az olajat a liszttel eldörzsöljük, felfutassuk az élesztő tájbát, citromhajat teszünk, tojást, cukrot és tejet. És abban összedagasszuk, és egy 3-4 órát hagyjuk állni. És utána leszaggatjuk, kisirítjük, fára tesszük, és vaníliás cukorba martjuk, és úgy süssük meg. Az erdélyi testvértelepülés hagyományőrző csoportja az Ínyenc falatok mellett erdélyi táncokat is hozott a kistarcsai rendezvényre. Aki a színpadi műsorok és a kulináris élvezeteken túl kíváncsi volt egészségi állapotára is, az térítésmentes szűrővizsgálatokon vehetett részt a Simándi Általános Iskola épületében. Az egészségügyi programokat a Kistarcsai Védőnői Szolgálat, az Őszülővilág Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete valósította meg. A mai nap folyamán koleszterinszűrés, vércukorszintmérés, PSS szűrés, vastagbéldaganatra szűrés, szemészeti szűrés, rutalp szűrés, tüdőgyógyászati szűrés, tehát COPD szűrés, illetve csontritkulás szűrés van. 9 éve járunk ide, tehát 9 éve szervezünk ezeket a szűréseket. Az évek során fölmerülő igény az, amiből szeretnénk, ezért is hoztuk vissza a csontritkulás szűrést, mert arra nagyon nagy igény van. A többi szűrésre is igen sokan jelentkeznek. Tulajdonképp az a varázsa, hogy nem kell szabadságot kivenni, hanem itt ugyanúgy orvos kezébe kerülnek az emberek, és megcsinálják a szűrést, akár orvos még gyógyszert is ír fel. Milyen egyéb kiegészítő szolgáltatások kapnak itt ma helyet? Különböző bemutatók vannak, tehát olyan termékeket szeretnénk felsoroltatni, ami az egészséggel kapcsolatos. Esetleg, ha valakinek javasolnak valami olyan természetes alapanyagú gyógyszert, akkor azt itt megnézheti, megveheti, elmondják a kollégák, hogy egyáltalán mit, mire lehet használni. A kistarcsai napok 2 napján milyen egyéb szűrővizsgálatok lesznek még? Hát végül is nem szűrővizsgálat, de délután véradást tartunk szintén az iskola épületébe, ahova várunk minden 18-tól 60 éves korig bátor donorokat, akik vérüket adják a beteg emberekért, akik meggyógyulhatnak ettől. Ebben az időpont 13 órától 18 óráig lesz a véradás, tehát várunk mindenkit szeretettel, segítsenek a beteg embereken. A nagy színpadon mindeközben a lengyel testvértelepülés fúvó zenekar adott műsort. Thank you.
KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel karöltve játékokkal és munkagép kiállítással várta a látogatókat. Tulajdonképpen ezek a játékok 6-7-8 évestől akár 14-16 éves korig játékos formában próbálják bemutatni a hulladékgyűjtésnek a lényegét. Különböző fajta játékok vannak, a használt mobiltelefont csúszkapályán lökve, különböző feliratokat elolvasva lehet a gyerekeknek tudatosítani, hogy mit ér el avval, hogyha odaér, mikor a célba ér, akkor mi a végeredmény. A másik fajta pedig, mikor a szelektív végponthoz elér az egész történettel. Van egy kinevet a végén játék, gyakorlatilag itt is a hulladékról szól, ez a hagyományos kinevet a végén játék. Van egy lapics, ha bírsz, ahol a tetrapak dobozt, vagy éppenséggel a PET palackot egy fatuskon lapítják, és hát ugye kapnak is ilyen kis ajándékot, amit szintén a hulladékgazdálkodási ügynökség prezentált. Van még egy játékunk, amit tulajdonképpen labdával és vízipisztollyal játszhatnak a gyerekek. Itt pedig ugye a fém hulladék van bemutatva, a kólás és fémitalos dobozok gyakorlatilag. Hát a piramist vízzel vagy labdával ledobva tulajdonképpen ott is ugye egy szelektív hulladékot dobál le, ez a lényege, hogy a szelektív hulladékkal mindig találkozom a gyerek játékos formában. A helyi kulturális élet képviselői sem maradhattak ki a programokból. A Pannonia Néptánc Együttes minden korosztálya képviseltette magát a színpadon. 8 számot fogunk táncolni, a különböző korosztályok egyet-egyet, tehát van aki kettőt, a pöttömök fognak táncolni, kis játékos koreográfiát, aztán van egy alsó tagozatos csoportunk, a Barkóca csoport, ők Moldvából, illetve Somogyból hoztak táncokat, a felső tagozatos gyerekcsoport innen a környékről, Bagról, illetve Tyukodról, az a Szatmár, Szatmárból. A felnőtt ifjúsági csoport Szilátságit fog táncolni, és Kükülömentit, ott magyar és cigány táncokat is fog látni a közönség. A hagyományőrző csoport pedig zempléni szlovák táncokat táncol. A Pannonia Néptánc Együttes műsorához a muzsikát Samu Zoltán és zenekara szolgáltatta. Szombat este további részében a könnyű zene vette át a főszerepet. Az elektronikus zenét képviselő Compact Disco adott koncertet, akik 2012-ben képviselték Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon Azerbajdzsánban. Majd fellépett a motoros találkozó kedvence, a Nem Csak Beri együttes. Ezt követően másfél órás koncertet adott a Republik együttes. A közismert slágereket Boros Csaba, a 24 éves zenekar alapító basszusgitárosa adta elő. Majd rád találok, csillagom vezess, én utánod megyek. Végül az idén 10 éves Ród együttes zenélt az akusztikus metál kedvelőinek. Nincsen véletlen, hogy megvan írva a sorsom, szóval te és én a jó időben, a legjobb helyen voltunk ma itt!